Üdv mindenkinek! A Friuli Alpokban vagyunk. Minden nemű vasútvonal. Mondjuk úgy, hogy a lerágott csont. Szinte már mindenki állt itt. Attól függetlenül természetesen nem unalmas. Mindenkinek ajánlom, jöjjön el. Nagyon látványos. Na, nézzük akkor, hogy néz ki ez az egész. De ez már itt pont több van, már most az jön? Pont több a széle, igen. Aha. Jó! Hú, de jó a kilátás körbe. Igen. Meglepően jó, mert ugye sokat jelent, hogy fönt megyünk. És fogunk oldalt is váltani. Az igen? Igen. Hát ez van, itt ilyenek vannak. Aha, na erről mindjárt megállunk, csinálunk fotót. Chiusaforte, a vasútállomás. Jól látszik, hogy tömeg van, rendesen. Főszezonban az biztos, hogy Európa egyik legfelkapottabb bicikliútja, nyakig tele van. Van mozgás, igen, hullámzik. Vigyázz, elmegy. Nagyon drág. Milyen gazdag. Ú, ja. Ebben lehet-e csobbanni? A szakaszok. De felettébb érdekes, hogy miért pont Tempától van. Egyébként ez van nyitva, és ott pedig látszik, hogy melyik az, ami zárva. Tipikus vasúti egyenkerítés. Ilyen náluk is van. Jó pár sor, turisztikai fejlesztés van. Most mondja Steve, hogy ezek még tavaly nem voltak itt a hegyek körbe, és akkor itt is egy egészen látványos térkép. Figyeled? Aha. Nem semmi. És különben meg, hogyha tényleg valaki kíváncsi rá, akkor hegyek vannak dögivel. Tessék! És persze jó idő is. 2010-ben ezen a szakaszon jöttünk, kb. 100 métert, és itt vége lett a bringa útnak. Hát azóta elég sokat fejlesztettek. Egy utca, egy enyhén szólva is lepukkant Matuzsálem vonattal, ami már nagyon úgy tűnik, hogy nem megy sehová, de a sín még megvan. Legycsíkos galéria, most pakolták fel ezeket a legycsíkokat, és az érdekessége az, hogy energiatakarékossági szempontból úgy van megoldva, hogy érzékeli, hogy éppen hol jövünk, és akkor az a része gyullad ki, a mögöttünk levő meg értelemszerűen kapcsol ki. Más kérdés, hogy most jelen pillanatban folyamatosan világban állandó forgalom van. Nagyon úgy néz ki, hogy már bizonyos szakaszai meghibásodtak. Nem akarom mondani, hogy lehet, hogy tudod, ki csinálta. Hú, de hogy milyen hideg van, és még köt is van az alagútban. Egyébként ez 950 méter, szerintem az elején mondtam is. Fantasztikus élmény. Abban az zúgóban elüldögélni, csak nem nagyon lehet lemenni, sehol. Miközben következik a 162. alagút, a fickó ott fürdik a vízbe. Ezzel csak egy baj van, hogy nekünk kellene ott fürdeni. Ugye jön a Tagliamento torkolat. A múlvásoknak is van hangulata, de azért ne túl sokáig. Tagliamento. Ameddig az ember ellát, csak mene. Meg úgy egyébként arra is. Passo di Rest, hágó út, még mindig. A kilátás sajnos nem mindig okés, de azért kukucskálni lehet. Egy másodperc sem megy 13% alá. Ez brutális. Na akkor pihenésképpen nézzünk egy kilátást. Nem rossz. A 15. hajtű. Tagliamento szurdokvölgye 900 méter magasságból, háttérben pedig a Friuli Alpok húzódik. Hát unatkozni nem lehet, az egyszer biztos. Látvány van. A Tagliamentónak egyébként ez a része, ez a völgy itt egyáltalán nem járható. Utak, de még gyalog se nagyon, így csinál egy ilyen ívet, és utána ott pedig fordít a Szottónál, újra kijön a főútra, becsatlakozik a Maúria hágó felé. Hufnagel Steve és a Göre című sorozatunk harmadik epizódját látjuk, hogy áll a lábad. Felültem, tekertem, jött a görcs. Ja. Kicsit ment, de nem lehet erőtetni, úgyhogy talom. Ezen az úton 2 órája láttam utoljára autót. Ez Olaszországban egyéni rekord. Nagyon úgy néz ki, hogy ez nem is dupla hágó, hanem tripla. Este 3-4-7 és Passo di Rest, déli oldal. Éve. Most már nem marad más hátra, mint szépen a szerpentineken levágtázni. Hágóban a szerelosztás kimaradt. Ugyanis olaszék lespórolták a hágótáblát. Gyorsan az adatok, dupla hágó volt, és egy 200 és egy 700 méterrel, 900 métert zavartunk le, alig 2,5 óra alatt. Nem gyenge az a sziklafal, ha mesterséges lett. Erős, ez az oldal is. Ez születlen a látvány. 10-12% alá sehol nem megy. Mindenki azt hiszi, hogy a Bonnetre kell menni. 2000-3000 méter magasra, hogy mert akkor vannak durák. Azt a szerpentint nézd meg, láttad? Mi újság? Ekkora aranyögök vannak ott. Azok aranyok? Tűnik, hogy az idő jó, és akkor mutatom a szokásos idilli táborhelyünket a Gyuvás kellős közepén. Adatrögzítés folyamatban 113 km, és volt hozzá 1262 szintünk. Hát a fék az nem faszol. Ja. De na mindegy, ezzel már csak így jártunk. Na mindegy, a jó hír az, hogy legalább az első napon vagyunk. Lago di Tramonti. Hát ebben sincsen túl sok víz. Nem tudom, figyelni Steve, hogy itt ezen a felső homokpadon egész jó táborhelyet van. Nem gyenge a tavacska, közel 4 kilométeren keresztül húzódik itt a völgyön, és még 2 van belőle, pluszban. Ott fönt, azon a völgyön van az egyik 7 km és 200 méter szintkülönbség, ezen még gondolkozunk, hogy mi lesz. Illetve ott annak a csúcsnak a tövében van a másik, de az attól a felsőtől egy alagúton keresztül közéthető meg, ami valószínűleg üzemi alagút, tehát nem tudunk rajta áttekerni. Én 2002-ben ebben a pizzériában voltam, szakadó esőben kínunkban ültünk be, és életem legjobb, de legdrágább sztékét itt tettem. Dolomitok világörökség része. Szűkebb értelemben a Dolomitok ez a része legalábbis nem tartozik oda, de mégis tágabb értelemben a Friuli Alpok mindenképpen a Dolomitok része. Mi újság van? Délután az ivatar? Hát ez hát, ha ne 30%. Jó kis tempó. Délután 3-kor 36 fok gyomorában. 36? 36. Fasza. Ez volt a tegnapi jó kis szerpentines rész, a Stelvio 3 mondjuk úgy, és akkor itt vagyunk ennél a tónál, említettem a 2 felsőt, és a 2-t egy ilyen alagút köti össze, és most az a dilemma, hogy itt ezt megcsináljuk-e. Van infrastruktúra. Mondjuk az jól látszik, hogy Szokott benne lenni víz, mint az alsógát. Háttérben a Rest csoport magasodik. Egész korán van, de már úgy tűnik, hogy felhőben. Kaptunk egy tippet, hogy a Lago di Selvát egy alagúton keresztül mégiscsak meg lehet közelíteni, itt az előbb egy bringástól. És hogy állítólag fantasztikus a látvány. Na, meglátjuk. Csak így oldalvást megtekintek egy kaszkátét, és úgy tűnik, hogy épített ülőkád van lent. Igen. Alaphelyzetben csobbanás lenne, de sajnos rohanni kell. Az előbb kommunikáltunk itt a helyiekkel, elképesztő, hogy kiabálnak olaszul, de ugye az nem jelenti azt, hogy van valami probléma, egyszerűen így beszél. Egy szót nem tudunk olaszul, de mégis mindent megértettünk, mert kommunikálnak a kezükkel, ez jellemző rájuk. Mégis csak úgy döntöttünk, hogy akkor bevállaljuk ezt a sötét programot, úgymond, és ezt a szó szerint kell érteni, sötét, majd később kifejtem. A viadukt, illetve fölfelé a Selva kanyon. Sajnos a 6 km hosszú kanyonra nem igazán van belátás sehol, de azért ahol van, ott igencsak ütős. Talán itt a villanyoszlop mellett érdemes betekinteni, ott tessenek egészen lent figyelni. Az már szép. Egyébként a kanyon első szakasza a szerpentines volt, most pedig úgy néz ki, hogy egy ilyen sziklába vájt út mellett megyünk, illetve ez így nem igaz, mert nem az út mellett megyünk, hanem az út megy a sziklák mellett. Akkor gyorsan egy betekintés a kanyonba. Most úgy tűnik, hogy itt lesz egy egészen jó kilátás. Íme. Hú, nem gyengúz. És az út pedig, ott lehet látni, hogy ott megy, aztán utána pedig végig. Nem mindenhol látszik be, de amikor, ahol látszik, na az viszont intenzív, az egyszer biztos. Ez egy ilyen nem tervezett kitérő, ráadásul étlen szomjan, ugyanakkor szombat is van. Talán ennek nem tudom, hogy mi lesz a vége. Hogyha az unikumot is megcsináljuk, akkor viszont lehet, hogy megérte. Micsoda sziklafalak, olyan, mintha valami kőbánya lenne. Steve előállt a korszakalkotó ötlettel, hogy miért nem hagytuk lent a olasz fickónál a bringát. Bár úgy értem, hogy nem a bringát, hanem a csomagokat. Hát igen, mindig utólag okos az ember. Itt lehet elmenni a Szul tó felé, de először megnézzük az alsót, és hát nem tudom, mennyire lehet feltekinteni, talán jól lehet látni. Hát nem szívesen keserítek el senkit, de itt ilyen hegyek van. 300 méter színkülönbséget találtunk le. Így a fák között látni a tavat, hát az, hogy ütős a látvány, azt szerintem meg is jó kifejezés. Hello! Úgy tűnik, hogy őrzik a létesítményt, mondjuk nem is csodálom. Hú, érdemes körbenézni, ha? Sima köríves gát, normál mezei. Ha egyáltalán azt normál mezeinek lehet mondani, mert végül is azért az egy különlegesség. Hát amit így elsőre látunk, azon kívül, hogy mi van körbe, fordulok. Hát azon kívül az, hogy itt sincsen túl sok víz. Lago di Selva. Tehát az alsó tó és a felső pedig, ha minden igaz, akkor ott, nem majd egy kicsit beljebb megyek, de először megállok, itt lesincsünk be a lyukba. Na, vélemény? Nem rossz, mi? Aha, igen, egy reggeliben én is gondolkozok. Látszik a gátnak a, hogy mondjam, az inverz oldala, a púpja, a támasztó része, hogy mindjárt szétnézek a másik oldal is, és akkor így néz ki hosszába. Én sajnos csak sportkamera van nálam, úgyhogy kicsikét tompítja a tájat, mondjuk úgy, szélesíti, és a függőleges részekből egy picit lecsap, de szerintem azért jól látszik, hogy egészen komoly hegyek vannak itt körbe. És akkor nézzük meg ezt az oldalt. Na, hát durva. Pakoltak bele betont, és a völgy, ahol följöttünk, egyébként itt a hegy mellett, és ott sajnos úgy tűnik, mintha már nem túl megfelelő felhők is lennének. Az, hogy mikor épült a gát, meg egyéb más statisztikai adatok most nem állnak rendelkezésre, Tippem az lehet, hogy azért ez nem a 30-as években, ahhoz túl modernnek tűnik. 300 métert nyögtünk ki, hogyha nem mondtam volna még. Egyelőre úgy tűnik, hogy megérte. Tó különben több ágból áll, ott látszik hosszában az egyik, és itt mellette balra a másik, és hogy tovább lehet-e itt menni, az jó kérdés, egy ideig még megyünk. A fürdést, kitollázást természetesen tiltják, és úgy néz ki, hogy az aszfalt eddig ért. Friuli Dolomitok Nemzeti Park, mondjuk itt minden ide tartozik, tehát nem csak a tó. Hát egy fél kilométert mentünk körülbelül föl, ott az út átvágott ilyen hegyösvénybe, de nem turista útba, tehát szerintem később aztán abból sem lett volna semmi. Szóval úgy tűnik, hogy a tó nem megkerülhető. Na, akkor megejtünk gyorsan egy reggelizést itt a gát kellős közepén, aztán pedig ott szembe a túloldalon megy egy út végig, és itt ennek a hegynek a másik oldalán van az ikertestvér, a Szul. A meglepetés az az lesz, hogy hogy jutunk oda, mert az jól látszik, hogy itt ezeken a hegyeken keresztül út nem vezet. Na akkor nézzük a reggelit. Szerintem már mindenki kitalálta, sőt elnevezték Kobrankó keksznek. Sajnos már, hogy mondjam, az állag egy kicsikét megamortizálódott, viszont helyette kapunk fasz a kilátást. Ennyi étel. Azaz teljes tej. Steve teljesen meg van rölkönyödve, hogy én lenyomok egy litert. Nem valami tejpárti, egészséges táplálkozás meg minden, tudjuk, hogy most jelenleg a tejellenesség szintén egy ilyen divathóbort. Én most ezt nem kommentálnám, én nyomom lefelé és egyelőre még élek, maradjunk ennyibe. Ha itt tartunk, akkor a tejellenségen kívül még hát jó pár ilyen divatmarhaság is van, ugye a vegákról meg még egyéb más kedvenceimről nem is beszélve. Szóba került a téma, akkor Steve, következik egy furfangos kérdés. A vegák mit nem esznek, mit nem ehetnek? Húst. Igaz? Mit ehetnek? Leginkább növényt, igaz? Na most figyelj, jön a furfangos kérdés. Mi van a húsevő növénye? Most megfogtalak, mi? Hirtelen az jutott eszembe, hogy Dobó mikor megkapta a törököktől a levelet, hogy adják meg magukat, akkor nem olvasta fel, ugye biztos mindenkinek rémlik a jelenet. Feleslegesen felbontani, ugye ez az alapszituáció, mert hogy nem alkuszunk, nem adjuk meg magunkat, és még párat felsortabíjat felesleges felbontani. Erre valaki beszólt a közönség közül, hogy és mi van akkor, ha ők akarják megadni magukat? Dobó egy ideig gondolkozott, majd közölte, hogy hát most megfogtál. Ez az előző mondatodra egy válasz. Belegondolok, hogy ide, az Isten háta mögé, mivel ó volt földhozni ezt a sok anyagot, amivel ezt megcsinálták. Svájcban a energiaellátásnak a 80%-át vízi erőművek biztosítják. Biztosan sokan erre azt mondják, hogy hát milyen jó, mert akkor meg milyen olcsó az áram, megújuló energia, meg minden. Hát nem. Ott a legdrágább. Egész Európába. És ennek megvan ám az oka. Ezeknek a megépítése, üzemeltetése, fenntartása sem olcsó. És hogyha nincs elég csapadék, akkor meg nem igazán működnek. És ez az általános csapadékhiány most már nagyon úgy néz ki, hogy állandósul. Egyébként belátni itt bennünk. Most följöttünk a tó fölé. De jó a kilátás, csak sajnos fákat akartunk. Itt volt az első tiltótábla, hogy mindentől már tiltott terület. Erre lehetett számítani. Andincsunk akkor be. Íme a körgát a másik oldalról. Nem rossz. A három tóból álló erőműrendszer, középső tavánál vagyunk most, ugye a Tramonta tó volt egészen lent, az a nagy hosszú, amit reggel mutattam. Ez a Salvo a középső úgymond, és legfelül pedig van a Szul, most oda igyekszünk. A Szul egy olyan mély völgynek az aljába van, hogy közút nem vezet oda, körbe ekkora hegyek veszik körül, ezért furtak az olaszok egy alagutat. Egy ilyen szervizalagút, állítólag autóval nem is lehet rajta menni. Na ez jó kérdés, hogy merre. Az lenne, Steve? Kezd izgalmassá válni, 23%, és akkor most mutatom. Nem tudom, hogy mennyire lehet látni, Hát lehet, hogy sem ennyire. Sajnos, de próbálok elközelíteni. Itt vagyunk most. Ennél a tónál. Itt, ott. És akkor így most. Itt, ide kellene jönni. És így néz ki. Itt egy hosszú, így végig. Itt van valami törés, aztán így végig. Ez elviekben egy galériaszerű alagút. Hát kíváncsi vagyok rá. Innen úgy tűnik, hogy a hegybe megy. Tehát, hogy abból hogy csináltak galériát, nem tudom. Annyira durva, hogy 16%-on képtelenség tekerni. Még egy új játékos bejelentkezett, az pedig a vihar. Hú, gyerekek, ott a sötét lyuk. Steve az előbb megszólt, hogy érzem a sárkány lehelletét. Következő a helyzet. Olyan, mint a légkondit, mikor teljesen fölveszik, és ütős 1,7 km behajtani tilos. Ilyen magánút. Most vagyunk nagy dilemmában, hogy mi legyen. Galériáról pampogtak. Hát lehet, hogy utána az jön. A másik legalábbis, ami a kanyonon megy. Én arra gondolok, hogy öltözünk be ezt az 1,7-et, ha már feljöttünk, nézzük meg, és akkor utána majd döntünk, hogy mit csinálunk. Ja. A felfegyverkezés megtörtént, nyakig beöltöztünk, mindent fölvettünk, amit lehet, és hát irányoljuk. Világ bekapcsolva, és akkor elő is. Na nézzük. Bődület, milyen ideg van, és ott lehet látni, hogy hullámzik a víz. És hát azt mondták lent a faluba, hogy az igazi gáz az lesz, hogy esik bent az eső. Várjál, nem menjél már előre, Steve! Egy helyen legyünk a világítás miatt. Felvettem teljesen. Ennyi fényt tudok produkálni, sajnos a kis kamera sokkal kevésbé kultiválja az ilyen sötét lyukakat. Viszont jelen pillanatban aszfalt az alja, vagy valami ilyen betonszerűség, nem? Steve, figyelj csak, szerintem menjünk egymás mellett, és akkor összeadódnak a fények. Ott mindjárt mutatom, Steve-nek van egy fejlámpája, nekem van ez a brutál erős lámpám, ez most 100%-on megy, 808 volumenen, illetve itt mindjárt mutatom, hogy rajtam is van egy fejlámpa, és hát egyelőre még nem vizes, de 1,7 km az nagyon nem kevés ám. A hőmérséklet már 10 fok alatt van, látjuk a lélegzetünket, nekem a szemüvegemen már alig látok át, és nem tudom, mennyire párás lehet a szenzória. Aha, itt már esik. Hú, nem is akárhogy. Az a probléma, hogy a kamerám meg nem vízálló. Lent a talajon is ömlik az eső. Mondjuk esőkabátban vagyok, de még egyszer mondom, a kamera az, ami gáz, hogyha kap esetleg egy komolyabb vízsugarat, akkor lehet, hogy azonnal kapott. Éppen azt beszéljük, hogy úgy lumenben, illetve wattban körülbelül mennyi áll rendelkezésre. Hát a Steve is egészen erős. Még nem vagyunk félúton, Steve méri a távot, még a kilométer órát is el tudjuk olvasni. Hát most már ennek mindenképpen elmegyünk a végére, mert egészen jól járható, és akkor utána elvilegben egy kanyonba lyukadunk ki, és hogy aztán onnan, hogyan tovább, az jó kérdés. Hogyha előkerülnek az erőmű dolgozói, mondjuk jönnek szembe, akkor van B-tervet, hogy magyarázzuk ki magunkat? Nerozó milyen, így van. Az mindig működik. Átjövök már ide, mert... Alagút karakterisztikájáról egyébként annyit, hogy jól látszik, hogy ilyen vasúti alagút ez, de hát egyértelműen nem annak csinálták. Ez kimondottan szervizalagút, egyértelmű, hogy ezen közelítik meg a karbantartók a tavat, mivel hogy máshol nem lehet. Az út még egyszer mondom, hogy beton, de meglepően jó minőség. Én meg azt hittem, hogy hepe-hupa lesz. Attól féltem, hogy olyan szinten tengelyig merülünk majd a vízbe, hogy lehet, hogy beleér a táska, és akkor abban az esetben viszont azonnal problémák vannak. De még egyszer mondom, a B-terv az, hogy akkor visszafordulunk, viszont Steve, ott az alagút vége. Látod mi? Aha. Igen, közben ez már betonozott az alagút, figyeled? Itt viszont rendesen folyik a patak, és ömlik az eső. Ja, hogy oldalt. Aha. Jó. Forrás a hegybe. Közeledünk közben a végéhez. Mondom, hogy fölöttünk körülbelül egy olyan 2000 méteres hegy van. Egy az egybe átszúrták, és teljesen vízszintes. Tehát az órám 0%-ot mutatott végig. Megindult a hősugárzó kívülről, valami eszméletlen, hogy nyomja befelé a meleget. Hát most 10 fokról kijövünk 33-ra. És gyakorlatilag két kanyont hidaltunk át, így néz ki a másik, és ez elviekben megközelíthetetlen, csak az alagúton keresztül. Hogyha minden igaz, akkor pár méter után jön a következő alagút, így van. Na, mindjárt megszemlézzük, hogy akkor hogyan tovább. Tehát ez egy olyan kanyon, ami egyébként embernek nem látható, ha nem lettek volna az alagutak. El tudod képzelni, hogy jön itt lefelé a víz. Na nézzük, ez is 1,7, figyeled? Oda néz, na az igen. Egyébként kicsit helyesbítenék, mert nagyon úgy tűnik, hogy mégiscsak van felfelé egy ösvény. Ez a sirály, vagy nem tudom milyen ösvény, de azért, ha valaki bevállalkozik, akkor jól lehet látni, hogy a patakba kell menni. Na akkor... Úgy, megint hasonló, méretileg szinte méterre megegyezik a másikkal. Nagyon reméljük, hogy egyéb szempontból is jó. Nekem úgy tűnik, hogy ez mintha egy picikét leejtene. Tény, hogy mélyebb a víz, a tócsák mélyebbek. Bevallom őszintén, hogyha Svájcba lennénk, akkor ide, ebbe az alagútba én nem mertem volna bejönni. Steve az előbb megijesztem el, hogy Bécsbe vinnének el. Simán lehet. Valahogy az olaszokkal úgy vagyunk, hogy azok olyan lazább népség. Igaz? Tehát én arra gondolok, ha most itt tényleg jönne valaki, akkor jön egy autó. Ó, bassza meg, jön egy autó. Lebuktunk. Jön egy autó. Készülünk, hogy le fog fröcskölni. Ajaj, igen. Ilyen francba. Úgy tűnik, hogy le se szartak. Teljesen elsötétítettük magunkat, biztonság kedvéért ezzel nyilván látta, hogy jövünk. Már csak azért is, mert az én lámpám annyira erős, mint egy reflektor, tehát egészen biztos, hogy már az alagút elejéről is látni. Itt viszont bődüles és mennyiségű eső van. Rendesen szakad, mint az ápor. Egyre jobbak a tócsák, egyre jobban ömlik az eső, viszont meg itt látszik az alagút vége. Hát sose gondoltam volna, hogy egy a közforgalom által lezárt szerviz alagút rendszeren 3,5 kilométert fogunk bringázni ma. A változás a másikhoz képest annyi, hogy mind a kettő nyílegyenes és szintben is teljes egészében szintbe mennek. Viszont a másik az nyugat-keleti irányú, ez pedig dél-északi, tehát tulajdonképpen el alatban megyünk, két kanyont érintve, két óriási hegy alatt át. Na, ebben a másodpercben kint vagyunk a Szul. Hú. Szerintem bepárásodott a kamera is. A szemüvegem az egyet. Meg is kell állnom. Bocs. Jól látni. Íme. A közel 20 fokos szintkülönbség. És ott a gát. Csak mondom, hogy a tényállás azt talán így mutatom, hogy csurronvízesek vagyunk. Tehát szarráztuk, de belül is. Tehát olyan mértékű volt bent a páratartalom, hogy azt elmondani nem lehet. Hát most próbálunk szárítani, megnézzük, hogy mi a helyzet a tóval, aztán ugyanitt vissza. A gátnak úgy tűnik a karakterisztikája ugyanolyan, mint a másiknak, tehát ez a billentett köríves gát. Azt beszéljük itt Steve-vel, hogy ha lezárják az alagutat, akkor itt éljük az életünk további részét, hogy innen kijutni tudkósra nem lehet. Szemlézzünk be. Hát ez is valakkora, mint a másik, nem? Úgy látom, hogy van itt még szerviz folyosó arra is, de az már le van zárva, viszont a gáton bemegyünk. Ez azért lesz nagyon izgalmas, mert ugye hivatalosan mi itt nem lehetnénk. Tehát ha abból a házból, mert pedig tudkóra vannak itt, kamerákat is látok, kijönnek, akkor igencsak kell magyarázkodni. De remélem, hogy csak annyira, mint amennyire az autósnak kellett. Nem kísértjük magunkat, úgyhogy odáig nem megyünk el. Én meg nagyon remélem, hogy az olaszok tartják a sziasztát és nem jönnek kérdezősködni. A fékemnek olyan hangja volt a tárcsának, mint hogyha V-fékem lett volna, totál felvizesedett. Na lessünk, van magasság, ténykérdés, és hát ez az a völgy, ahova, ami sehova vezet. Hát illetve valami kanyonon keresztül biztos ilyen kanyoninggal ki lehet menni, de azon kívül semmi, brutálisan fúj különben a déli szél, és akkor így néz ki Lago del Sul, és különben pedig ott szintén látok valamiféle szervizutat, fölöttünk pedig óriási hegyek körbe. A klasszikus ilyen duzzasztott több tavas erőműrendszernek tulajdonképpen a helyszínén, ami azt jelenti, hogy három látta, hogy erőmű sehol, tehát ezek csak a tartályok, amiket most megnéztünk. Az erőmű ugyanis lent van, és a tavak pedig a tartályok úgymond csővekkel vannak összekötve, és az erőmű pedig az alsótó, a Tramonti, illetve egyel fölötte a Lago di Selva között van. Lefelé menetben szerintem látjuk, sőt mi több, felfelé menetben mi már láttuk is. Még annyi van, hogy gyorsan pár fotót, és aztán húzunk innen, mert nem kísértjük a szerencsénket. Na akkor érzékeny búcsút vetünk a helyszínnek, ez is meg volt. De sokat szemeztem én ezzel, de csak így térképen keresztül, és hát lehetetlen kategória volt ide bejönni, mégiscsak sikerült. Soha semmi nem lehetetlen az életben, csak akarni kell. Most tehát az következik, hogy... Már meg is szára, hogy vissza az alagúton 3,5 kilométer, ezt már élőben nem közvetítem, utána vágta lefelé a Selvától a Tramontetóig, és utána következik a tervezett program. Éppen azt beszéljük most tívvel, hogy gyalog átsétálni ezen, hát ugye felér egy viharral, amíg az ember itt az esőbe átjön. Egyrészt, másrészt meg azért ez nem annyira hővé. Fari, fari, love to the lifetime, together in my hold on to. Fari, fari, love to the lifetime, together in my mind. Lari, fari, love to the lifetime. Még az első vakfutamnak. Ezt most szó szerint kell érteni. Csak mutatom, hogy ennyit láttam így. Tehát nullát. Na most csak mondom, hogy most az történik, hogy itt egy picit megállunk, megpróbálunk egy kis hőt begyűjteni, mint a kígyó, mikor kifekszik a napra, ugyanis ennyi, és már kezdődik is újra a másik. Nézd ki, hogy probléma nélkül megúsztuk a lezárt területet. Azt a rohadt teget, milyen meleg van! Most ennyi volt a tavas kitérünk a Friuli Alpokba. Most itt még körülbelül 8 km vágta, következik lefelé a Selva kanyonba. De ezt már nem veszem, ugyanis az aksi lemerülőben van. Hogy ez valaha adásba kerül-e vagy sem, azt nem tudom. Tulajdonképpen ez egy sportkamera teszt most. Azt se tudom, hangot vette egyáltalán. Nincs itt a külső mikrofonja, és igazándiból kézben tartottam végig a kamerát. Reméljük azért sikerültek a dolgok. Én nem tartom valószínűleg, hogy valaha az életbe ide már még egyszer eljutok. Végszónak, zárásnak talán annyit, hogy a kitérő mindenestül szakumpak körülbelül 20 km volt. Gondolom, hogyha valaki megnézi ezt a filmet, talán kedvet kap arra, hogy ellátogasson ide. Poffabro kanyon. Itt vannak az alagutak végig, és a régi kanyonút pedig itt megy végig. Itt pár helyen mutatja, hogy bringával tilos, majd meglátjuk, előfordulat, hogy be fogunk menni. Behajtani tilos. Amikor én 2002-ben itt voltam, akkor még ez volt az út, nem voltak meg az alagutak. Ahhoz képest eléggé el van hanyagolva, és hát ott vannak izgalmas részek. Nem tudom, hogy ott föl kell majd tolni, vagy mi lesz. Ajaj! Izgalmas. Steve? Jó, mi? Steve azt mondta, úgyis szeret gyalogtúrázni. De most valahogy nem természetes a bosolya. A Poffabro kanyon körülbelül 4 km hosszú. Ez a régi út, itt már úgy látom, hogy lehet menni bringával. A sziklafalak pedig nem gyengék. Maradjunk ennyiben. Ténykérdés. Vanágyó. Már úgy hiányzott egy ilyen hamisítatlan olasz kisváros a maga nyüzsével, és erre tessék, senki. Úgy tűnik, hogy ezek komolyan veszik a siestát. Hát ki látott már ilyen? Újabb kanyon, viaduktal, és egyébként fürdőhelynek is tűnik, nézd csak, Steve. Hú, nem tudom, hogy el lehetem ott az erőmű mellett menni. Ez még majd jó kérdés. Bungee jumpingnak jó lenne, nem lehet lemenni, mert túl bonyolult. Bringával legalábbis. A Cellina alsó szurdokába vagyunk most. Itt a kifolyó. Nem rossz. Azért önfele túszkálgatás nincsen, de benne vannak a vízbe. Túl meleg nem lehet. Hát, hogy a szurdokon megy a út végig, azt nehéz megmondani. Hozzuk a bemenetelt? Ott a lyukon? Jó, ja, ott nem férünk be. Sőt, sehol. Bekapcsoltam már a telefon. Azért megmutassam, hogy milyen színe van ennek a Cellina duzzasztásnak. Cellina inkább, azt hiszem úgy kell mondani. És hát így. Itt nem sokára lesz majd egy trükk, mégpedig baloldalt. Elviekben a Cellina szurdokra be lehetne menni, de jó, már most látom, hogy le van zárva. A Steve feje fölött balra, egészen hátul, ott van egy kerítés. Hát igen, amivel számoltunk, itt nincs bejárat, és én úgy tudom, hogy ez már évek óta le van zárva, kőomlás miatt. Tehát csak, hogy világos legyen, a régi úton is lehetne menni magán a szurdokon, ott is van pár alagút, ott lehet látni, és hát ami a mi szempontunkból nem fasza, hogy ott szembe ez az út bemegy azon a viadukton keresztül, az alagútba, és az alagút 4,5 km hosszú, és ami még jó hír, hogy emelkedik is. Talán annyi, hogy hűvös lesz bent, és az mondjuk nem rossz, de hát ki a literek van kedves hűzni a benzinkőzt. Na, egy rövid másodpercre azért átpattanok, csak megmutatom, hogy miről is lett volna szó. Ott tessék figyelni, itt benne az út végig, és aztán utána pedig ott végig a kanyonon. És alagutakba, szurdokba, viaduktba, hát azért ezzel kapcsolatban lesz jó hír, majd egy picit később, ott lapátol a kajakos. Rohadtul erős a légkondi. Andrész település, fent a hegy oldalba. Hát jó, hogy az előbb másodpercben belestünk így balra, mind a ketten egyszer mondtuk, hogy hú, bazd meg! Na megnézzük. Bedolgozta magát szépen? Nem az igen. Hát nyilván alatt kettőre vagyunk bedolgozva. Ja. És így hirtelen így bekacsintott így oldalról. Még kérdés, hogy ez kanyon a javából, az a klasszikus, igaz? Ami ugyan, amit a nagykönyvben tanítanak. A terv egyébként Via della Strada Valcellina, ez a hivatalos megfogalmazása. És ugye erről már volt szó az elején. Itt van a kanyon áttörés. És nekünk balra kell menni, így van. Itt van a Nemzeti Park bejárata, gondolom, hogy valahol majd szedik a lovettát, és mindjárt meg is nézem, hogy mennyi. Kiperkáltuk a 3 ercsit. Úgy tűnik, hogy ebben az irányban 2 kilométert lehet menni biciklivel. Ugye a teljes szakasz különben meg lenne, csak nem engednek be. Hát hosszas részletezésben most nem fogok kezdeni, én szerintem mindent elárul, amit itt lehet látni. Steve az előbb megszólt, hogy leugrunk-e fürdeni. Hát igen. Lennének jó helyek. Azért az megvan, mikor jön a víz, mi? Úgy minden oldalról. Nem különben a másik oldal sem semmi. Hát ez, nézd oda! Olyan, mintha valaki kicsiszolta volna. A víz. A víz? Hát vannak tudrok, az egyszer ténykérdés. Különben meglepően kevesen vannak, ahhoz képest, hogy szombat van, és ráadásul főszezon, alig csellengnek. Megszólalt, hogy mi ez a hajhálói. Hát egyértelműen a köveknek van. Egyébként, mert itt a vezeték. Láttad a vezetéket? Steve? Nem arra a vezetékre mondom, hanem erre a nagy csőre. A kanyonurat különben 1906-ban építették, mégpedig az erőmű kiszolgálására. Ugyanis itt van egy erőmű, egy duzzasztás, és hogyha minden igaz, akkor talán itt lesz. Mindjárt meglesintjük. Igen, arra is lehet menni, figyeled? Most ez az a szakasz, ahova nem lehet bejönni. Ki van téve a tenyért, és ott szerintem el is van barikádozva. De szerintem, én úgy tippelek, hogy... Hát igen. Hát sajnos úgy tűnik, hogy még rosszabb a helyzet, mint gondoltam. Ugyanis újabb kőomlás volt. Egy másodpercre átlépek, és itt lehet látni, hogy ez a szakasz gyakorlatilag leszakadt. Hát ott pedig ott lenne az erőmű. Úgyhogy sajnos az erőművet sem fogjuk tudni megnézni. Hát ez elég nagy szivacs. Bevallom, hogy kicsit többet vártam a 3 ercsiért, de hát a természet formája itt a domborzatot, ez egyértelmű. Minden esetre akkor még elmegyünk arra. Nem tudom erre mi van, de erre engednek jönni. Akkor megnézzük az ismertetőt, mert kaptunk olyat is. Leginkább minket a térkép érdekel. Itt a térkép, és mutatom, hogy elvérben létezik ez a híd, ez a Tibetó híd. Itt lehet látni. Ez az árban benne van, annyi, hogy adnak hozzá felszerelést, sisakot, meg mindenféle kantárt, meg bármit, ami ugye ide kellene. Hát ezt most mi nem veszük igénybe, mert egyrészt időnk sincs rá. A másrészt pedig 18 órakor zár, ugyanis van nyitvatartás. Na, Steve, gyere csak ide! Próbáljuk már értelmezni. Szerintem itt jöttünk be. Én megpróbáltam ebbe az irányba jönni, hát sajnos ennyit tudtam jönni. Itt az alagútas rész nem már semmi. És egyébként én úgy tudom, hogy egészen idáig lehetett volna lejönni, és a teljes lezárás pedig itt van. Nézd csak! Hát ezt most megszívtuk. Most annyival, hogy most itt visszajövünk, és ezen megpróbálunk elmenni egészen a tóhoz. Aztán majd persze a tó mellett is végig. Hát látszik, hogy jó pár alagút van, meg mindenféle kulcsok, meg egy csomó minden, majd megnézzük. Jó pár alagút lesz, úgy emlékszem, vagy úgy rémlik. Itt a térkép nem annyira részletes. Egy videót láttam valamikor erről, talán 2013-ast, akkor még nem volt lezárva, sőt megnyitva se a turisták előtt, és akkor montisok erőlködtek el a törmelékeken, hát úgy, ahogy. Egyre több a bukós isakos, úgyhogy szerintem nem sokára attrakció következik. Ez lenne a Tibetó híd, és... Először megnézzük oldalról, aztán pedig majd meglátjuk, hogy aha, igen. Hát, nem egy nagy durranás. Ehhez minek biztonsági felszerelése, nem tudom. Kérdezem, hogy átmenjünk-e rajta, ha már itt vagyunk. Na, mi legyen? Várja, valahogy úgy van. Arról kell jönni. Igen, ott fölsétálsz, aztán megy lefelé. Hát ezek elélvezködnek most még egy ideig, de szerintem, ha lecseng ez a banda, akkor utána akár oké is lehet. Itt vannak a sisakok, ott pedig a cuccok, hát most kiderült, hogy még plusz 3 euró. És akkor itt még meg lehet szemlézni a többi attrakciót. Van itt pár dolog, ami ingyenes, úgyhogy mi valószínűleg azt preferáljuk majd. Itt látszik a régi Valcellina Stráda út. Ez az a szakasz, amit ugye nem tudtunk megnézni. És itt van még a kis Liliputi vasút is. 3 euró, hogy végigkocogjak egy ilyen 50 méteres hídon. Hát szóval ezt ennek a generációnak találták ki. Parasztbutítás. Tehát aki akar, fizessen. Ha valakit érdekel, akkor itt kell fölmenni, ott meg lejönni. Hiába. A mai világban mindent el lehet adni. Az ember elmegy Erdélybe, a Pádisba, egész nap ilyen helyeken kújtorog ingyen. De maga a kanyon különben szóval tényleg jó. Próbálok rájönni, hogy mindenki a tökfedővel megy utána tovább, hogy azt beleadják, azt utána haza lehet vinni, mert akkor lehet, hogy megérte. Ja. Így, hogy a kanyonnak több mint 60%-a le van zárva, azért pofa kell elkérni azt a teljes árut, összeget. Még akkor is, hogyha egyébként a 3 euró nem egy nagy pénz. A szurdok út különben brutálisan emelkedik, egészen végig 7-8%. Ennyi volt, ott az alagút végén van a másik kapu. Tehát ennyi a szurdok. Itt mindjárt mutatom, hogy ez a szakasz, itt a végén még van egy alagút, a Kraftwerk itt van, itt körülbelül ennyit hagytunk ki, és ennyit jártunk be. Hát így jártunk. Hogyha valaki úgy dönt, hogy nem akar gyalogolni, nem jön be bringával, meg egyéb más dolgot se akar, tehát nem akar mozogni, az is meg tudja tekinteni. Semmi más dolga nincs, mint venni jegyet a liliputi kisvonatra, és körbeviszik nem csak itt, hanem egyébként egy jóval nagyobb kör alatt. Megmutatják a Váci tavat, illetve még Andrész települést is meg lehet nézni. Na, tehát ezt a kaput 18 órakor bezárják, úgyhogy ezzel mindenki kalkuláljon. Tehát ez a dél-délnyugati kijárat. Utó erejéig bejövünk, nézd már a nyakig, ott vannak a vízbe. Ja. Ha az, akkor ennyi volt. Jó. Pár méter az nem volt. Ja, de először én szétnézek erre. Tehát még most a terv az, hogy itt körbeljünk a Barcis tavon. Jól látszik, hogy intenzív látvány, ütős látvány, inkább ezt a szót használom, mert ezt szoktam. Itt el lehet végigmenni, és ott a végén pedig át, sőt mi több, mondok mást, itt befelé két völgy van, ilyen vakkanyonvölgyek, és azon is végig lehet menni, ez már nem a fizetős program. A település Barcis pedig ott van. Tehát kívülről is a bejárat, hogyha valaki ebből az irányból akar bemenni, és most pedig csobbanóhelyet nézünk. Olyan felette logiszkol, de szerintem ez a víz, ez nincs 15 fokos. Na, csinálunk egy víztesztet, most az kiderült, hogy azok orosz motorosok. Hát lehet, hogy Novosibirszből jöttek, és akkor nekik ez oké. Na nézzük. Hát figyelj, Steve, ez teljesen rendben van. Szerintem ez elem lesz gond, nem? Hát vele lehet menni. Maximum rövidéig leszünk benne. Ja. Azt mondja, Steve, ez nem fog nekem tetszeni. Mert hogy túl meleg. Inkább azt mondanám, hogy PF. Steve az előbb megjegyezte, hogy ez egy kézzel úszás mestere vagyok. Hát ezzel most csak egy baj van, hogy ez a kamera ez nem vízálló. Sőt, még cseppálló se, úgyhogy ésszel. Egyetlen egy problémám volt, hogy hogyan fogok bejönni, hogy milyen nehéz lesz bejönni. Most meg leginkább azon problémázok, hogy milyen nehéz lesz kimenni. Mert hogy nagyon nem akarok. Steve az előbb megszólalt, hogy ez már nagyon kellett. Ezzel még egyet is értek, utána kiegészítette azzal, hogy ennél jobban már csak a pizza kell neki. Ezt vegyük úgy, hogy meg se hallottam. Tessék figyelni? Dolomit típusú pottyantós. Nagyon nagy márka. Kiderült, hogy ennek a pihenőhelynek ára van, mégpedig 7 euró. Itt van a becsületkassa, ide kellene bedobni. Hát én nagyon becsületes vagyok, de a 7 eurót most inkább vacsorára költöm. Az történik, hogy megkerüljük a tavat. Aha, hát mondjuk éppen pirosra vál, de mindegy. Jó lesz ez. Tehát Lago di Barcis, duzzasztott tó. Ez az első gát, arra lefelé az sem gyenge. És egyébként csak mondom, hogy nem egy gát van, hanem van még egy. Ugye az az, amit nem tudtunk megnézni. Emlékszel? Igen. Csak remélni merem, hogy nem sértődik meg senki, hogyha én ebbe a kanyonba belessintek. Jó színe van. De úgy egyébként a tónak is. Imádom az ilyen sötét-fekete lyukakat. A tó egyébként kerékpárral megkerülhető, és ez már nem a fizetős szakasz. Megkerültük a tavat. Hát mondom őszintén, hogy az egyébként nagyon vadregényes tónak egy olyan pontja nem volt, ahol végig lehetett látni. Sajnos még egyszer mondom, hogy az oldal, tehát itt tőlük jobbra eső oldal, az teljesen be van nőve, és nagyon vadregényes az út, de mégis semmi kilátás a tóra. Ez a másik oldal, ahol Barcis van, ez nyilvánvalóan jobb, és hát akkor nézzük meg, hogy erre felfelé mi van. Itt emelgettem azt a kanyont, ott arra befelé, ott visz egy út, de zsák kanyon. És itt pedig itt van ez a függőhíd, bringásoknak, gyalogosoknak nyitva. Egyébként a tónak az infrastruktúrája nagyon jól ki van épülve. Végig mindenhol padok, kajálóhelyek, tényleg pontosan ami nekünk kell. Szóval újra ismétlem, hogyha valaki a tavat akarja nézni, látni, menet közben fotózni, akkor inkább mindenképpen a folyásiránynak bal parton jöjjön, és akkor egyúttal megnézheti magát a névadó települést, Barcist is. Nem tudom, nekem olyan tengerparti feelingem van. Akkor most kipróbáljuk a bringában tilos sétányt. Az ilyeneket én különösen csípem. Olasz temetőt úgy tudom, hogy mutattam már, most újra belesek, nagy látószögű kamerával. Így sem másabb, de lehet, hogy mégis. Tessék! Rúzsflórás sajt. Otthonról hoztam, már alapból leárazott volt, 60%-kal, mert már akkor lejárt a szavatossága. Most 3 napja itt rohad. A rúzsflórást, ha valaki ismeri, ugye az a rúzs erjesztésű, mint a pálpusztai. Hát vannak illatok, főleg a táskában, de nekem ez a kedvencem. A másik, hogy Steve azt mondja, hogy a hagyma a rúzsérlelési sajthoz nem illik, és hogy a franciák meg fognak sértődni. Hát kit érdekel? Szemfülesebbek észrevehették, hogy van pár kinottó is az asztalon. Szám szerint 1, 2, 3, 4, 5, 6. Az összest elhoztuk a Lidlből, itt van bent a Lidl. Eszméletlen pincsi. A kedvencem, és mostantól Steve-nek is. Managgió mellett vagyunk, egy mogyoró ültetvényben. A tulaj ikrákok mellettünk 7 lőfnyire. Egyelőre még nem vett észre. Van decibel! Megint egy első világháborús temető. A Tagliamento mellett is húzódott frontvonal. Mégpedig nem is akármilyen. Itt a változatosság kedvére a Deutsche Jäger divízión csapott össze az olaszokkal. És egyébként nagyon korrektül, itt vannak a névetsírok is. Ez a nagy sziklás itt mellettünk a Monte Toilette Orma. Mondjuk erről most hirtelen eszembe jutott, hogy az egyik borkot lehet, hogy be kéne már támadni. Lago di Cornico nemzeti parkban vagyunk. Egy besandítás ott arra. Ez a macskakő még békebeli. Egy visszatekintés az Anzio szurdok völgyére. Igazándiból nem jó felől jövünk, mert mi onnan jövünk lefelé, és a másik irány az nem egy nagy durranás. Viszont felfelé, szóval itt felfelé érdemes jönni, maradjunk annyiban. Vég alag utak, galériák, és innen, ebből az oldalból pedig folyamatosan belátni a kanyomba. A lagó kifejezés. Mert történeti parkban lagókat dóna, ez nem teljesen helyes, mert lagó nem létezik. Vagy legalábbis én nem találtam. Szurdok viszont van, és úgy tűnik, hogy egészen jó. És ez egyfajta meglepetés, erre nem számítottunk. Már megint a Tagliamente. Most 160-szor. A kilátás a viaduktról pedig kimondottan pazar. Nézzük a másik oldalt. Hát van meder. Gyorsan egy kilátás. Velem átpattattak ott a lóval. De arra hátrafelé is, hát van nyüzsi, az egyszer biztos. Steve, igencsak el kéne gondolkoznunk egy csobbanáson, nem? Egyébként itt van vége az Alpoknak, igen, éppen ezt beszéljük. És arra pedig már teljesen lapos. Ott még Alpok, másik oldalon nem Alpok. Nem találja ki senki. Újra Tagliamento. Nem baj, nem unjuk! Na, akkor innen nyomom fürdőgatyába. Kicsit buzis, de majd beszélek kappanhangon hozzá. Lago di Cornico. Említettem pár órával ezelőtt, hogy a nem létező tó, amiről elnevezték a nemzeti parkot, úgy tűnik, hogy mégis létezik, és hát fantasztikus, nem? Milyen színe van ennek? Szerinted az a kék, az mitől lehet? Mészkő. Mészkő. Ez nem mészkő. Ez nem a mészkőtől kék. Ez ugyanis az alja, ha megnézed. Az alja. Hát az alja. Az alja. Nem kizárt, hogy tényleg attól van. A pene se tudja, mert egyébként, hogyha fölnézzük, akkor van mészkő. Ottavia Bottecchia. Emlékmű. És itt a bringa. Az első kerék. Egy nem mai fotó. Lago di Tre Comuni, tehát egy újabb tó. A változatosság kedvéért ez most a három falu tava, és jól látszik, hogy van itt élet. Produkció. Aha. Úgy tűnik, hogy belefutottunk valamiféle versenyben. Itt ugrálnak valami célponthoz. Minket sokkal jobban érdekelne, hogy hol lehet fürdeni. Hát talán ott szembe a másik parton, most azt majd mindjárt megnézzük. Túl sokan nincsenek a vízben. Csávót rábeszéltem, mert mondom, én még ilyet az életben nem láttam, hogy jó kis megoldás, mi? Próbálunk rájönni a technikájára, hogy... Nézd csak! Látom, aha. Dörshajtása van a hátsó kerékről. És akkor lelóg a vízbe ott valami vizén, és csak ott... Rossz nézni, hogy kilódik. Igen. De azért csak befordult vele. Azt gondoltam, hogy az a jó, hogyha oda szállnak le a vízre. Retrodiszkó a Cacazzo tópartján. Itt vagyunk az Ejtőernyős Fesztiválon, és berendeltem egy ilyen mixet, a kedvencemmel a kalamárival. Integetek vele, tessék megnézni. És hát egyenlően oké. A végső konklúziókat majd a legvégén vonom be. És amit nem mondtunk még, egyik 15 euró. A party camping úgy tele van, hogy meg se fordult a fejembe, hogy esetleg érdemes lenne bemenni. Érdekes, hogy hajók is vannak. A tó hivatalos neve Lago di Cavazzo, és bár sokat nem látni belőle, de attól még itt van. Természetesen itt is bepróbálkoztunk a fürdéssel. Jégcsap, szorozva kettővel. Megint 120 km fölött vagyunk, és táborhely egyelőre sehol. Érdekes, hogy a Friuli Dolomitok naplementében nem hozzák azokat a színeket, mint amiket a normál testvérük. A normál testvér alatt nyilván a központi dolomitokat értem. Adria bicikli úton már hiányzott, és arra fölfelé megyünk. táborhelykeresés egyébként folyamatban. Egyelőre túl sok jó előjel nincs, viszont kétségben nem esünk, maximum marad a folyóvezető. Jöttünk a főútra, mutatom, hogy a még nem elkészült millenniumi vasútvonalnak itt van mellettünk a nyomvonala. Jól látszik, hogy eszi a dudva, nem igazán foglalkoznak az utóbbi időben egyáltalán vele, és hát az alap, 120 éves alap ugye egészen jól néz ki, rigásokat mindenképpen megbírja, a támfallal azzal már lehetnek gondok, és hát ezt ne felejtsük el, hogy ha valakit itt fejbe kólint, akkor valaki nagyon viszi a balhét, úgyhogy ezt rendesen meg kell csinálni. Egészen hátul ott a nyakban már látszik Moggio, a nagy várdombbal, és hát mögötte a hegyek. Mondom a tényállást, az a helyzet, hogy táborhelyet keresünk. Hirtelen azt találtam ki, hogy itt van a nem megépített vasúti töltés, illetve bocsánat, meg van ugyan építve, mert már 120 éve megépítették, de még nem folytatták. Azt nehéz megállapítani, hogy ez a kavics, ez már ide van hordva, hogy ez még az eredeti, és akkor hirtelen bejött egy alternatív megoldás, az pedig nem más, mint az alagút. Most ezt megnézzük. De egy előnye biztos van, a vonat nem jön. Na, így néz ki, ennyi az egész, és arra gondoltam, hogy mondjuk ide lenyomnánk. Aha. Nem vizes, nincs gond. Mert a nagy gondunk az, hogy most már negyedik napja annyira meleg van éjszaka, hogy megdöglünk, de szó szerint, tehát egy száv faszba is. Itt viszont akkor lehetne bivakolni, és az alagútban pedig húzat van. Végül az alagút kimaradt, lett helyette egy kanyon, mini vízeséssel, és oda súvasztottuk be a sátrat. Nézzünk egy tegnapi adatot, 102,31, és a szint pedig 1573. Jövünk a sötét alagútba, és most lehet jól látni, hogy hogy működik az automatika. Na. Ó, igen, egy szakasz, ami hiányzik, de azért begyúl, jó. És csak figyelj, itt a falon a csíkokat. Ezek a menekülési útvonalakat jelzik, és itt már mutatom is, hogy amikor teljesen lecsökken, akkor van átjárás, és egyébként a lyukak másik végén tényleg ki lehet menni. Torrente Rézia. A Rézia völgy. Ja. Nem biztos így kell ejteni. Mindenünkben a csútvonal, illetve hát azon létesült kerékpárút, Csiklóvia, új nevén kocapálya, itt megyünk most. A kocapálya elnevezés leginkább arra utal, hogy egy lábatlan gyík is végig tud rajta tekerni felülről az aljáig. Leginkább annak tudható be, hogy végig lejt, ilyen 2%-on a vasút karakterisztikájából adódóan 2%-nál nem erősebb. Azt viszont folyamatosan tartja, hogyha valaki felfelé próbálkozik. De nem nagyon próbálkoznak felfelé, sokkal inkább lefelé megy mindenki. Na, olyannyira fel van kapva ez a bringaút, mondjuk kicsit túl is van reklámozva. Elég erős a PR-ja, mondjuk így, hogy még külön vonat is alakult arra, az osztrákoknál a Mikotra, mondja itt Steve, ami visszahordja az embereket. Tehát a legtöbb bringás az csak lefelé megy itt, visszafelé már vonattal jönnek. És így ebben az esetben át sem kell szállni Udinébe. Egyébként Triestből indul a vonat és jön vissza, hogyha valakit érdekel. A látvány természetesen pazar, és érdemes megcsinálni visszafelé is, mert ugye teljesen mást lát az ember. Lehet, hogy egy picit úgy tűnt, mintha lefumigáltam volna ezt a bringás vasúti pályát. Szó nincs róla, nagyon látványos, nem nehéz, családi programnak pedig kiváló. Délelőtti programunk a Raccolana völgy, az ott befelé jobbra. Chiusaforte, itt most mi nem megyünk tovább, bemegyünk oda jobbra, abba a völgybe, Raccolana völgye. Az egyetlen gond ezzel a bringás útvonallal, hogy hogy nem akárhol lehet lecsatlakozni, hogyha az ember hirtelen kitalálja, hogy na akkor ennyi volt, vége. A Fella patakmedre Nem rossz. Az utolsó vízszintes a híd, és akkor innentől irány a hegy. Itt vagyunk, fel a nevezető folyónak a völgyébe, és itt van a tábla, Tarvisio van észak felé, arra felé fogunk most menni, és aztán nem sokára majd letérünk erről az útról, és akkor átmegyünk Ausztriába határon, hogy 1540 méter magas hágón, és ez a legdélebbi pontja gyakorlatilag a túránknak, és arra a másik irányban van Udine dél felé, ott arra az megy ki a síkságra az út. A Raccolana völgy a személyes kedvencem a környékről. Most vagyok itt ötödször, ebből négyszer lefelé. Steve csak annyit mondott, hogy az iváson kívül azt itt semmiképpen se hagyjuk ki. El lehet képzelni, hogy zúghat az, mikor úgy van is víz, nem? Egyébként a hágó sport szempontból sem gyenge. Az érdekes, hogy ott szemben, figyeled, ti ott vannak azok a kis mini hidak, meg mintha ott is lenne vonat, nem? Hát biztos volt valami. Sella Nevea. Az megvan mindenkinek. Na az a hágó, 1170. A díszletre nincs panasz. Nem gyenge. Jó kis gép. Ezzel szerinted szántanak? Igen. De kétekét is elhúz. Úgyhogy van előnye. Giovanni Paolo. Ketten összeraktuk, hogy az második János Pál. Hát igen, megy az olasz. A kilométerórám a többszörös elemcsere meg egyéb más mahinációk folytán kicsit átrendezte a diszpléjét, úgyhogy onnan, középről, onnan a 10-es merről eltűnt a százalék. Keresgéltem, hogy hova a francba rakta, hát oda a jobb felső sarokban, ott minibe ott van, most jelenleg 4-et mutat. Ez a gyári beállítás, a default. Ként meg át lehet pakolni egyik helyről a másikra a különböző dolgokat a kijelzőn. Hát ahhoz nekem kell valami okítás. Annak idején az egyik bringás kollega átküldte nekem ezt e-mailben, ezelőtt vagy 8 évvel. Hát most azt következik, hogy meg kell keresni, mert ki az Isten emlékszik már rá. Hát a Raccolanában túl sok víz nincs, ez leginkább az erőműnek köszönhető, ami ugyan még nem mutatta meg magát. Lehet, hogy nem is nagyon fogja, mivel a hegyben van. A vízesések darabszámára viszont még Sihederlány koromból emlékszem. A lot, nem tudom, hogy ez mennyire szám, sok, de nagyon sok van. Egy picit pihenünk, rápihenünk úgymond az emelkedőre, ahogy a reklámban van. Apa kezdődik. Val di Raccolana és 2013. 14. Giro d'Italia. Azt mondja Steve, hogy Girót teljesítünk, és ő miért nem tud róla? Hát nem kérdezte. 14% tartósan. Nézzük akkor a feladatot térképen. Chiusafortéból indultunk, Sella Nevea, és itt volt valami durvább szakasz, igaz? Ez a 12, ami egyébként 13, 14, 15 is volt tartósan, kb. Másfél kilométer, és akkor most innen jön a nagyon látványos rész, a szerpentin, és akkor utána Sella Nevea. A cél pedig Tarvisio. 7 tornánti, innen kezdődik a hágóút legszebb része. Néha-néha érdemes most már visszafelé is kukucskálni a Raccolana völgybe. Az utat pedig itt a fölöttünk magasodó hatalmas mészkő falba válták bele, ami majdnem függőleges, mégpedig úgy, hogy a összekötő pilléreket azt a sziklafajba válták, az utat pedig alagutakban fordítják. Ilyen teljesen visszafordítós hajtű alagútból lesz körülbelül vagy 10 darab, és itt pillanat lesandítok, itt az út, és ennyi volt a fordítás. Az út természetesen hadiútnak épült, gondolom, hogy ezt nem volt nehéz kitalálni, még az első világháború előtt. Hopp, 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 hopp. 9% alá nem megy. Ott látszik, ment az út, egy, illetve aztán alá csavarodva, még egy ívben, újabb forduló, ezúttal alagút nélkül. A hágúcs sport részéről pár szót. Chiusafortéból indul ez az oldal, és 18 km, erről már beszéltem, emlegettem, és ebből az alsó 12, az hát nem azt mondom, hogy majdnem nyíregyenes, de itt jól látszik, hogy itt jön föl, és a legeslegvége van ez a pár kilométer, ilyen egészen ütős, ilyen csiga alakzatú, lépcsőzetesen fel a hegyoldalba. Tele galériákkal, alagutakkal és persze motorosokkal is. A szintemelkedés ebből az oldalból az erősebb, közel 800 métert kell menni, 1170-re, 380-ról. A másik oldal Bakfitty, már ami a szintet illeti. Na akkor most a változatosság kedvére egy alagutas visszafordító. Nem sok, mert ennyi. De az jól látszik, hogy az utat 180 fokban visszafordítja. Kicsit gondjaim vannak most a szintekkel, ugyanis 1209 méteren járok már óra szerint, hágó meg 1170. Viszont akkor nagy valószínűséggel csak egy módon lehetséges, hogy az 1470-es szintmagasság lesz a befutó, amire én emlékeztem. Hátrány, hogy kilátás nincs mindenhol, ha az ember meg 1000-rel vágtázik, főleg lefelé, akkor még igazándiból csak az utat tudja figyelni. Közben egy másodpillanatra megállok fotózni. Picit észre azért, mert nem vagyok túl jó helyen, de úgy látom, hogy gond nincs. Nos, tehát akkor most már így stabil kézzel egy visszatekintés a Raccolana völgyre, így kanyarog maga a folyó, és természetesen az út is, néhol alagutakban, és akkor itt alattunk látszik a szerpentin egyszer, és utána már most, vagy ha haton vagyok túl, ott egészen, ott lent is lehet látni, hogy ott egészen ott is van, és akkor mutatom, hogy így jön föl, alagút, ahogy mondtam, visszafordító, és utána megy, galéria, aztán még van, vagy párszor. Lögyteszt következik, illetve nem, mert igazándiból nem nagyon akartam lögytesztet, de ezt mindenképpen meg akarom mutatni. San Pellegrino, hol van Steve San Pellegrino? Dolomitokban. A Dolomitokban, így van, hogy gyártják, Aranciáta, még pedig többféle ízű, egy kóstoló, szénsav nem sok van benne. Viszont nagyon fincsi, de az árát is megkérik, közel 2 euró volt, 1,25 liter. De én azt javaslom, próbálja ki mindenki, ha erre jár. A környék nagyhegye, a Monte Canin. Itt látjuk körbe a galériáit, ez az olasz oldal, mert ha nem voltam volna még, az olasz-szlovén határon vagyunk, a gerince húzódik a határ, és ott már látszanak a felvonóállomásnak a felső része, innen a Sella Nevea a hágóból mennek a sífelvonók, és de látszanak az ülőliftek is, bocsánat, a kabinok, most is mennek, hát ezzel a látószöggel nem igazán hiszem, hogy bármi benne lesz, de talán. Már visszafelé is egyre remekebb a kilátás. Persze nekünk folyamatosan tart a mókuskerék, muszáj, de már nem sok van hátra. Egyébként a Monte Canin gerincén van egy átjáró, mi pedig egy síút, innen is felvonó, és a másik oldalon Bovec található, és onnan is egy felvonó. És a két síállomás között pedig át lehet kuttogni a 2000 méter fölött valahány méterre levő gyaloghágón. Természetesen a Canini átjáró szintén első világháborús produktum. Az olaszok építették, még pedig az Isonzó melletti vonalak utánpótlására, mert ha valaki nem tudnak, itt másik oldalon tehát a Soča völgye, más néven Isonzó völgye. Itt húznak fel a kabinok, és a pálya pedig onananyagból D alakban ívesen jön le erre. Ez a karakterisztika különben a jó, szerintem legalábbis, nem csak úgy simán torony iránt, bár igaz, hogy akkor nem lehet annyira vágtázni. Mondjuk én nem vagyok nagy síelő, sőt, ha belegondolok, semmilyen, mert még sose síeltem, de azért tanácsokat tudok adni. Érdekes, hogy a hágótábla már volt, 1190 méter magasan, tehát innen majdnem 100 méterrel lejjebb, az volt teleragasztva mindenféle motoros plecsnikkel. Én viszont úgy vagyok vele, hogy azért ilyen szintet egy komrankós matricával mindenképpen meg kellene örökíteni. Hát, ha nincs, akkor már vagy még autónak a szélvédőre rányomjuk a plecsnit. Impozáns egy épület. Hogy még mindig nem vagyunk fent, szerpentinezik tovább az út arra. Én legelőször 1997-ben voltam itt. Na, beúsztuk a hágót, ott mutatom, hogy 1190. Valami nem stimmel, majd elmondom, az órám teljesen más mutat, viszont mindenképpen megörökítjük egy matricával, mert akármelyik szintadat stimmel, vagy akármelyik szintadat jön be, mindenképpen ez egy feladat volt, ebből az irányból legalábbis. Ez itt szerintem. Kicsikét amortizálódott a hágómatrica, mivel ugye ezt már a Rest hágóra akartam felragasztani, csak sajnos ott nem volt tábla, aztán azóta meg így gyűrődik. Mindegy, szerintem jó lesz az. Ív azt mondta, rám közelített. Ez elég furcsa, mert nincsen zoom. Megmutatjuk, hogy működik a zoom. Tessék! Így oda tolta, majd pedig vissza. Meg lehet ezt oldani ilyen gagyi sportkamerával is. És akkor még gyorsan az adalék, amit mondtam, hogy 1379-et mutat az órám. Még akár gondolhatnánk azt is, hogy jó, hát téveszt ez, de hát 3 óra alatt, lent még Chiusafortéban még 379-en, egy ezres mínuszban úgymond pontos volt. Most 3 óra alatt nem valószínű, hogy ennyi így elkalibrálódik 300 méter szintkülönbséget. Arról is beszélve, hogy ha ez így igaz, akkor 1000 métert másztunk. Na mindegy, hát ennek, ha hazamegyek, utána nézek. Másodpercre megálltam, itt jöttünk le ezen a szerpentinen. Ott van szembe a Mangart. Közét nem tudok sajnos, hát mindegy, de szerintem jól látni. Egyébként ez itt fölöttünk egy osztrák gasthaus. Végre normális kaja. Csak olaszok voltak, hát ugye, hogyha elszük van, akkor ők is azt teszik, nem a saját szarukat. Ezek a 3-as határ fölötti hegyek, ezek nekem nagyon tetszenek. Újra látszik a Mangi, ott egész hátul ott tornyosul. A Mangart természetesen remek sportkihívás is kerékpárosok számára. Persze nem maga a csúcs, látszik, hogy a cukros üveget kerékpárra elég nehéz lenne megmászni, hanem a Mangart nyereg, de az se egy egyszerű feladat. Tartósan 20-22%-ok úgy játszanak, ahogy csak kell. Hát nem tudom, nekem ez eddig még nem volt meg. Ahogy romlik az állapotom, a lábam, húzódik a térdem, inhúzódás, stb. Nagyon nem akar gyógyulni, úgyhogy nagy valószínűséggel ez nekem az e-bike-os korszakomra marad. Mert lesz e-bike-os korszakom. Ez biztos. De mindenkinek lesz, így készüljön. Hát a Predil befolyójában túl sok víz nincs. Na akkor behúzzuk a kis minitúránk utolsó tavas attrakcióját, ami nem más, mint a Predil tó. Steve itt most kiavított, mert mondom, ezek szörfösök. Azt mondja, supposok. Zup vagy? Ez valami új baromság, hogy állnak rajta a szlapáton. Mondja, tök jó állni rajta, mert hogy ő már kipróbálja meg mindenhez. De olyan nagyon gagyit tartom én ezt. Ami látszik, hogy igencsak nagy élet van. Én akárhányszor voltam itt, még szinte sose volt senki. Az is igaz, hogy utoljára valamikor, mikor is, 2010-ben, és hát azóta sok minden fejlődött. Akkor először nyomunk egy víztesztet, aztán így jövünk körbefordulást, látszik, hogy gyerekek. De egyébként senki már. Jóság. Hát ezt figyelj már, ez simán jó. Hát, na, beküldtem a hőmérőt, nézzük. Mi újság? Még akár dobhatunk egy hátast. Hát, de röviden. Jó. Senki nem hiszi el, itt a rajongó. Hogy mondtad pontosan? A nagy kobrankó. A nagy kobrankó. Az a baj, egy gagyi sportkamerát tesztelünk igazán. A mester. A mester. Brigázol egyébként? Szoktál bringázni? Most készülök fel, menjem akartam. De az szép, az húzós, de úgy tűnik egyébként, hogy az idő az jó. Úgy néz ki, igen. Direkt azért néztem ki a mai napot. Ja. Aha. Szeged. Szegeden jót lehet edzeni a Mangarton. Így van, pontosan éppen nem nagy csomagossal vagyok. Jó, csak átugrott a Tarvisio keresztül, jött Tarvisio a föld. Na, mi most itt a neve átmásztuk át. És úgy számoltunk, hogy jeges lesz, de éppen azt eszeljük, hogy egész jó. Egész jó. Na itt van ez a zup, amin állnak. Nem az üdítő, hanem ezt így lapátolják. 15 erregő egy óra. Hát ez most sok vagy kevés, azt nem tudom. Viszont ott meg Green Day szól. Végre már egy normális zene. 4 nap után. Az történik, hogy kimegyünk a kis Predil tónak a kifolyójához, úgymond. És ott a homokpadokon megpróbálunk egyet csobbanni. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor egy kis nosztalgia. Az egyik kedvenc helyem az Alpokban ez a tó, illetve a környék. Lehet, hogy azért, mert az első túráim nagy részt erre a területre vezettek. Keresztül Kasul bejártuk az egészet, és hát jó párszor én fürödtem benne, ezért tartottam furcsának, hogy Steve azt mondja, olyan hideg, hogy nem lehet belemenni. Hát nem hazudtolta meg magát, legutoljára 2010-ben voltam itt, és akkor pontosan ezen a helyen itt, amit mutatok, itt csobban. Ott már látszuk is a ilyen lagunaszerű kifolyója a tónak. Komplett strand van itt, és sziget is. Itt megy a magyar srác, előttem a szegedi srác, most ebben a pillanatban indul a Mangartra. 2 karó is ló ki hátul, azt mondja, a csúcsot is megmássza. Na, az szép. Sok sikert neki. A tó különben nem mesterséges, ez egy kis gletszertó, itt lenne a kifolyója, de hát egészen alacsony most a vízállás. A Predil tóhoz kötődik 26 éves kerékpártúrás pályafutásom jó pár pozitív élménye, de ez kötődik az egyetlen igazán ütős negatív élménye is. Itt a hágóút, ami megy föl a Predil hágóra, van egy alagút, egy ilyen íves kanyarban, és nincs kivilágítva. 97-ben gurultunk lefelé, reggel fent táboroztunk, és hát én belementem, nem számítottam rá, hogy ilyen sötét, de amire végképp nem számítottam, az, hogy az alja tiszta hepehupás volt, és belefolyt a víz. Az első alkalommal belebakkantam, a lámpa ugyan égett, de abban a pillanatban lekatapultált a kormányról, a bringa elcsúszott oldalra, én pedig a másik irányba. És ez pontosan az alagútnak az ívébe volt, tehát a belső ívébe volt. Erre hallom, hogy lent a motoros már üvölt itt, és már indult is felfelé. És ugye én ott feküdtem pontosan az alagút ívének a belső részét, a bicikli meg valahol ment a sötétbe, az út kellős közepén. Nem volt mit tenni, elkezdtem tapogatózni, de totál össze voltam törve. Sikerült elkaptam az utolsó másodpercben a szarvát a bringámnak, és így magamhoz odahúztam. És abban a pillanatban, amikor odahúztam, így a motoros a tök sötétbe. Na hát aztán összeszedtem magam, lejöttünk ide, nem volt a kutya se, kimostuk a sebeket, és irányok Grossglockner. Erről ennyit. Ez tív a vízben. Még 2 dolog van. A kavics járhatatlan, a hegyek fölött pedig jön a vihar. Viszont a víz fenntartásokkal fürödhető. Természetesen még az orkán is feltámadt. Hát mennyi lehet kb. Steve? 18-19. 18-19. Hát egy alpokbeli hegyi tóhoz képest szerintem ez egész elfogadható. Sajnos észnél kell lennem a kamerával, mert ez nem vízálló. De azért mutatom, hogy jól látszik szerintem, kristálytiszta a víz, de még egyszer mondom, nagy fürdőzgetés nincsen, egyébként simán szokható. Na akkor egy úszás, sajnos elég csobog, elnézést. Előképpen belapátoltam, úgyhogy innen szoktam körbefordulást csinálni. Mi az, amit látunk? Itt megy mellettünk fel a Predil hágóút, ott van az ominózus alagút, amiről beszéltem, utána felmegy, ott a nyakon van a határátkelő, ott táboroztunk 2010-ben az olasz oldalon egy ilyen, hát nem tudom, ilyen vámközpontba, akkor nyitva volt. A határ itt megy végig, szerintem a hegynek a tetején, és az az oldal ott pedig végig, amiről már beszéltem. Fordulok, itt van előttünk ez a sziget, most nem sziget, ott ahol ülünk, illetve ahol a bringák vannak, ott víz szokott lenni. Egy ilyen pillanatban félsziget látszik, mert lent van a víz ennyire. Én még ennyi embert sosem láttam itt. Igaz, hogy egy frekventált nyári nap van, de nem hétvége. Na akkor ennyi volt a Mókamára. Ezzel az utolsó tavunkat is behúztuk az idei kis minitúrán. Volt az előbb még egy technikai efférem is, nem igazán értettem, hogy miért. Ez a lánc, ez felkapott ott ide, és ide beakadt. Teljesen felfeszítette a váltót, én attól féltem, hogy esetleg a váltóban valami rúgó eltört. Hát kiugrasztottuk, úgyhogy egyenlőre most jó. Nem tudom, hogy az első váltóban volt-e valami görbülés. Hát majd meglátjuk. Igazándiból már összesen csak 20 kilométerünk van, hát addig csak kibírja valahogy. Bevallom, hogy engem ez a nyüzsi egy picikét lehangolt. Nekem erről a helyről nem ez jött a emlékeimben, nem így élt ez a tó. Na de hát változunk, változik minden. Teszteljük a váltót. Eléggé drasztikusan kihajlítottuk az első váltót, hogy ki tudjam szedni a láncot. Hát úgy tűnik, hogy jó. Szemben a 3 grácia most éppen kitűnt a képből. Tökéletes átszél, nem váltás, meg egyébként amúgy is lejt. Tarvisjóban vagyunk, és egy érdekeséget akkor rögtön mutatok. Friuli Venezia Giulia a tartomány. Ez tulajdonképpen a keleti Dolomitok, illetve a Friuli Alpok keresztje, tehát a Giuliát itt Giuliának mondják az olasz részen. Itt a mai napon nagy részt itt a Friuli Alpokban tartózkodtunk, és zölddel van jelölve FVG 1-es, 2-es, 3-as, jól látni, hogy hol mennek a bringa utak, és hát az 1-es a leglátványosabb természetesen a millenniumi vasútvonal nyomvonalán épült bringaút. És ha valakit érdekel, akkor természetesen a szlovént, illetve az osztrákot is meg lehet tekinteni, a kapcsolódó régiókat. És akkor egy érdekesség, ugye Tarvisio, ez szerintem mindenkinek ismerős. A bőrkabát, ugye annak idején, még a 90-es évek elején én 3-szor voltam csencselni, és azt gondolná az ember, hogy hát ez már biztos nincs, mert lecsengett. Hát nem, itt van a piactér, íme, és bent pedig a csarnok, hát hogyha már itt vagyunk, akkor belesítek egy másodpercre. Ott már kiordibáltak, hogy ne kamerázzak, úgyhogy akkor csak így hosszan megmutatom, íme, hát itt továbbra is megy az üzlet, mégpedig keményen. Egyébként az ember azt gondolta volna, hogy akkor azért ment ez annyira, mert a kelet-európaiak csőstől jöttek, ez volt a legközelebb tulajdonképpen a kelet-európaiakhoz, itt rögtön a 3-as határon van, és hogy ezért ide települt mindenki. De úgy tűnik, hogy ez még most is működik. Eszem megáll, hogy mindenhol bőrkaba, mindenhol. Hogy ezért még mindig így megy. A vasútállomás, Tarvisio, persze csak amolyan reprezentatív pályaudvar, ugyanis jól látszik, hogy sinek már nincs, ennek helyettük itt a bringaút. Hemzsegnek a bringások. Az északi irányból a vasútvonalnak ez a szakasza még emelkedik. Nem túl sokáig itt Tarvisio mellett van a hágó. Még egyszer mondom, igazándiból nincs probléma ezzel az emelkedési szinttel. 2%-nál nem lehet több. Itt jobbra bringa kölcsönző, úgyhogy működik az iparág. Tarvisio különben nekem akkor persze nagyon ütős volt, mert 90-es évek elején az első nyugat-európai város, amit láttam, merőben eltért az otthonitól. Mostani szemmel Alpok viszonylatban nem egy nagy túlzás. Még pár kilométer és zárjuk a kört. Ó, micsoda stüszivazást cserkészben nőd itt el, ó. Nagy csomag. Ezen a felső szakaszon kimondottan olyan alpesies hangulata van az embernek. Később aztán sziklás kanyonos lesz végig. Egy érdekes jelenséget mutatok, ott Steve felemellett, ott egészen elől, szerintem lehet látni a hegyek között. Ott a viharfelhő, és az előbb már repültek ide cseppek, és bődületes déli szél van, és szerintem az ott leesett eső az vízszintesen ide jut valahogy, ha más nem tudok gondolni. Hello! A állomás épület van a sípálya, Monterosszári egyébként Tarvisio hegye, látszik fönt, van egy adótorony is fönt. Ja, persze síelni is lehet természetesen. A millenniumi vasútvonalról, mivel egy viszonylag felkapott hely, valamikor, nem is tudom mikor a közeljövőben, azért szándékozok majd készíteni egy normális filmet is. Nem csak egy ilyen teszt videót, mert csak azért is, mert sok azért itt a látnivaló, sok a különlegesség, érdekesség, és nem csak a bicikli út. Megérkeztünk a célhoz, már az ideg jött ránk, mikor messziről láttuk, hogy mondom, van valami cetli rajta, de mondom, a gatyánkat is kifizetjük. Szerencsére úgy tűnik, hogy csak egy reklám. Nos, körbeértünk, 4 nap volt, egy hirtelen ötlet, a felvétel sem igazán felvétel, ez nem egy normális túra videó, csak a sportkamerát teszteltük, a sportkamerának meg ugye szar a hangja, a képe is szar, igazándiból semmire nem alkalmas, úgyhogy elnézést a minőségért, ez van. Front után érkeztünk 1 órával, és most, hogyha oda tekintünk, akkor a front előtt távozunk 1 órával. Kaptunk 4 napot ajándékba, természetesen így lett tervezve.